Ez a férfi Gárdonyban éppen a hazafelé tartó vonatjegyét veszi meg a pénztárnál, a Velencei tóhoz utazott, de nem csak pihenéshez használja a közösségi közlekedést. Varga Dániel még a fővároson belül is vonattal közlekedik, azt mondja, elégedett a szolgáltatással, és értékeli azt is, hogy szombattól sűrűbben járnak ezen a vonalon is a járatok. Tökéletesen elégedett vagyok a járat sűrűséggel, azt gondolom, hogy fél óránként most már lehet Velenceitől a Balatonra egy nyári időben lejutni, inkább az a gond, hogy például Balatonra mostanában helyet kell váltani. A MÁV közleményében kiemelték, a vasúton június 18-ától több kiinduló pontról még több express vonat közlekedik a Balatonra. Újra elérhetőek lesznek a Balaton körüli utazásra szóló napi jegyek, és a kedvezményes jegyek bővítik a kerékpár szállítási kapacitást. A MÁV Start 35 felújított és két új típusú jegyautomatát telepített a forgalmasabb balatoni állomásokra, megállóhelyekre. A Balaton déli és északi partjára is klimatizált vonatokkal lehet eljutni. A fejlesztések révén a tó mindkét partja óránként elérhető olyan járattal, amelyen nagyobb mennyiségű kerékpár szállítása is megoldható.